first I want to congratulate to my team and to coach staff. I think that is really important game for us. We was know that Shopland is hard team. We was put a lot of emotion in first half. Second half was not really good, but in the end we get the win and this is what is important. We will watch the video and I hope that we will change our mistakes because team is new and I hope that next game we will be much better. Minden szezon ugye kezdett nehéz, főleg, hogyha hazai pályán kezdünk, mert nyilván elvárja mindenki is magunkból, hogy győztesen indítsuk el a következő évadot. Ez hál' Istennek megtörtént. Gratulálok a játékosaimnak. Külön köszönöm a nézőknek, hogy a kritikus pillanatokban fantasztikus energiát adtak nekünk, és a biztatásukkal ezzel a fantasztikus hangulattal átlentettek a holdponton. Ja, az első fél időt nem kezdtük jól, az első negyedet. Megbeszéltük, hogy mit akarunk, de nem volt elég energia a játékosokba, és nyilván a Sopron ezt kihasználta, hiszen tudtuk, hogy egy nagyon jó csapat, egy nagyon jó támadó csapat, aki bárhol képes 100 pontot dobni, ugye a felkészülési meccseken is ezt rendre megtette, 100 pont körül dobott. És második negyedben azt gondolom, hogy azt csináltuk, amit elterveztünk, ott elképesztően jól védekeztünk és jól támadtunk, és kiépítettünk egy komolyabb előnyt, azonban a szünetben felhívtam a játékosok figyelmét, hogy egyáltalán nincsen vége a mérkőzésnek. A mai kosárlabdában ez a 20 pont, ez ugyanaz, mint a labdarúgásban a 2-0. Elkényelmesedünk, holott egyébként semmi, és a Sopron ilyen minden mindegy alapon elkezdett bátran dobálózni, és ahogy ez lenni szokott, az extra triplákat bedobta. Ugye mi akkor a második negyedben egyszerűen nem engedtük, hogy rádobják, vagy tényleg rossz szelekcióba dobták rá, a harmadik, negyedik negyedben meg hát bíztunk abban, hogy kihagyja, körülbelül ilyen vatikáni védekezés volt, hogy imádkoztunk, hogy kihagyja, nyilván ez egy jó csapat, bedobják, tehát ebből nekünk tanulnunk kell, de a küzdelmi tudásunk az jeles, nyilván új csapat vannak, új játékosok, össze kell, hogy érjünk. A héten nem tudtunk rendes edzést csinálni sokszor, mert voltak sérültek, nem szoktam előre így sírni, de hát azért látszott, hogy egy kicsit olyan fölforgatott volt, de azt gondolom, hogy a maximumot kihoztuk, és a legfontosabb az, hogy nyertünk. Nagyon jó csapatot tudtunk legyőzni, gratulálok a soproniaknak is, és sok sikert kívánok nekik a szezonban, azt gondolom, hogy él csapatot vertünk ma meg. Úgyhogy még egyszer gratulálok, és köszönöm a gratulálok a játékosaimnak, a szurkolóknak, és köszönöm nekik ezt a hozzáállást.